Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Illés Tibor, a bukovinai székelyek hagyományainak őrzője. Angyalbögyölőt készítettek Kisdorogon, a bukovinai székelyek új színt, illetve ízt vittek a hagyományos nudlis ételbe. Pityóka Fesztivál, 16 féle krumplis étel készült nagymányokon. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke Illés Tibor mesélt nekünk életéről, kapcsolódásáról a szövetséghez, de sok mindent megtudhattunk a régi időkről, a bukovinai székelyek hányatatott sorsáról, mindennapjaikról, szokásaikról. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke Illés Tibor mesélt nekünk életéről, kapcsolódásáról a szövetséghez. De sok mindent megtudhattunk a régi időkről, a bukovinai székelyek hányatatott sorsáról, mindennapjaikról, szokásaikról. A gyerekeknek nem volt, tehát mindig úgy beszélgettek a felnőttek, főleg ilyen tragikus dolgokról mindig mentek ő is a bukovinai székelyek, hogy inkább mindig maguk, tehát a család felnőtt tagjai beszélték meg, és így otthon nálunk nem volt nagy beszélgetés ilyen szempontból. A szomszédból mindig átjött, mi mamának neveztük, ugye Rózs néni, aki hát az Bukovinában élt. Ugye hát hiába elteltek az évek, meg már ide jöttek ugye a székelyek, ő még mindig azokat az emlékeiket mondta, úgyhogy annyi sokszor mondta, hogy Rózs néni, 9 éves voltam, mit tudok én? Nem mondja már, hogy ez hol született, azt, hogy ő mindenkit ismert, mindenkit tudta, hogy hogy ilyen hadikba. És így talán a disznóvágások adtak a lehetőséget, mert akkor úgy a család ugye összefogva mindig a testvérek, tehát apunak a testvérei, és akkor tényleg már az éjszakában menő beszélgetések során akkor elő-elő jött a bukovinai történetek. A gyerekek, emlékszem, az ágy alatt, illetve az asztal alatt hallgattuk. Legalábbis én mindig ugyan érdekelt a dolog. Úgyhogy végül is az általános iskola elvégzése után ipari iskolába mentem, ahol is szakmát tanultam, tehát cipészként végeztem 76-ban, és hát mindig, tehát az ilyen sablonos dolog nem igazán érdekelt, tehát nem tudott annyira lekötni, úgyhogy ott is végig dolgoztam szalag minden részét, sokszor mondták is, hogy megbánod, mert dobálni fognak, de aztán végül is nem, hanem így katonaság után, Gebi, akkor még ugye ilyen moszekvilág így kezdődött, hogy gebinesként kezdtem dolgozni, és akkor végül is valamilyen szinten, tehát a céghez tartoztam, a Bonihoz, illetve mind vállalkozó is már kezdtem. Úgyhogy így indult az én munkámmal kapcsolatos moszekvilág. Majd utána oktatónak hívtak be, először a Boniba voltam oktató, majd az ipari iskolához kerültem, és ott voltam szakoktató. 9 évet töltöttem, mint szakoktató. Majd közben elvégeztem az ortopéd cipész szakmát, ilyen cipőkészítés javító. Ezt egyedi felkészüléssel Szegeden vizsgáztam. Ez 1990-ben volt, majd 2000-ben tettem mestervizsgát, ez Pesten volt. Úgyhogy így, mind ortopéd cipész mester dolgoztam, ugye receptek alapján betegeket így próbáltam tulajdonképpen ellátni. Hát én úgy gondolom, hogy én szerettem a munkámat, és mai napig is szeretem, ugyan már nem dolgozok a szakmámban, de a kihívásokat mindig szerettem, tehát így a szakmával kapcsolatban nagyon megfogott az, hogy ugye ezeket a régi lábbeli készítéseket, Bikarra dolgoztam a Bikali kastélyban, ugye a középkori lábbeliket, akkor utána honfoglaláskori lábbeliket, cipőket készítettem, csizmákat, akkor bőrműves dolgokat, tehát táskákat, egyebeket, tehát nagyon érdekelt. Úgyhogy egy ilyen közös kiállítás keretében volt a Néprajzi Múzeumban, és volt egy-két tárgyam, amit végül is kiállításra került. Csak hát közben ugye a munkám is szaporodott, olyan értelme, hogy ugye megnősültem, majd utána hát három család, három fiú van, mondják, hogy
egy csinál egy fél étet, így sikerült, úgyhogy hozták a lányokat, hála Istennek, most már mindegyiknek családja van. Azért, úgyhogy így a szakmámban is úgymond sok örömmel volt, és hát a családomon belül, meg hála jó Istennek nagyon jó volt az, hogy a feleségem is ugye ez iránt érdeklődött, a hagyományok, a kultúra, és azért ez sokat jelent, hogy van egy olyan háttér, aki támogat, segít. Ahogy egyre mélyebben megismerte történetüket, kultúrájuk részeit, úgy fogalmazódott meg benne András Falvi Bertalan mondása, miszerint az egyetemes kultúra gyöngyszeme a bukovinai kultúra, mert annyiféle, annyira színes és mély megindító része van. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is kétszer látogatott el a vidékre gyűjteni. De ugyanakkor megvan az a fajta szépsége, amit sokszor a mai időben hiányolok, az a visszafogottság. Tehát nálunk nem volt az a sárközies dinom-dánom, meg úgy fölök ezekkel, és akkor úgy táncolunk, hanem úgy visszafogott, és tényleg egyszerűnek tűnött, de nagyon gazdag motivumkincse, akár a néptánc kultúránk, vagy akár a viseletünk, hát tényleg az magáért beszéltet, tehát amit az ember fölvesz, és az a tulajdonképpen szinte elmondja a belső érzéseit, elmondja azt, hogy hova tartozik. Tehát sok, ugyanúgy a vetett tárgyak is hasonlóképpen beszélnek, hiszen gazdagságot bemutatják, tehát ez mindig úgy megfogott engemet. Így kezdődött munkája a bukovinai tradíciók megőrzésében. Régi álma teljesült, amikor végre megépült a székelyház is. Az ott tartózkodásunk után nem épült, tehát most már több mint 80 éve. Először az volt az elképzelés, hogy kintről hozunk egyet, meg is volt egy lebontott épület a Dikfalván, de aztán mégis olyan állapotban volt, hogy az átcsolatoknak különböző ilyen problémák miatt nem láttuk értelmét annak, hogy elhozni, hanem akkor egy újat építeni, és akkor hát mindig volt azért, hála jó Istennek, egy ötlet, ami előre vitte. Na így jött az, hogy a Hargitáról sikerült vásárolni így olcsóbban fát, ugye amit azért egy nagy gyar volt, és így azokból a fákból. De hát nagyon nagy gyors menettel készült, késett minden, a hó kitartott, a Hargitára nem lehetett fölmenni, szóval annyi bajunk volt. Na de aztán végül is ugye be volt tervezve, én az előtti évben már beharangoztam, ugye 2017-ben volt az alapkövetétel, hogy jövőre ugye már állni fog az épület. Hát igen, május végén jött az anyag, úgyhogy el lehet képzelni, hogy tényleg milyen hajtás volt, és szakembert nem nehéz találni. Aki ért hozzá, én is könyvekből, meg nem is tudom, hogy honnan jöttek az ötletek, hogy hogyan, miként, ugye hagyományos módon teljesen úgy épüljön ez az épület. Tehát ugye gerenda épületek voltak ezek, és akkor belécezve, besározva, tehát mindent, akkor régi könyvekből sikerült olyan ábrákat találni, ami az ablakok, tehát mi a záró, meg az egész, akkor ugyanúgy hoztak kézzel készült tetőanyagot, tehát zsindejt, úgyhogy igyekeztünk mindent úgy elkészíteni, és olyan módon, ami valamikor, ahogy valahogy készült. Az elkészült épületben különböző szakmákat mutatnak be, de még néprajzi táborok is helyet kapnak itt. Rendkívül fontos, hogy a fiatalság megismerje ezeket, mert ha nem adják tovább a szellemi örökséget, a hagyományokat, az eltűnik majd teljesen. Azért el fog jönni az idő, mikor a fiatalok, hiszen beszélhetünk bármi. Hogyha nem tesszük a dolgunkat, és hogyha nem tudjuk bemutatni, hiszen a Bukovinából már elkopnak. Tehát ott már azért ugye fából készült, ahogy említettem, tehát ott már átalakítják, lebontják, tehát ma holnap már nem lehet bemutatni, és akkor mégis ez azért úgy gondolom méltóképpen be tudja mutatni azt az építkezésünket, amelyet ott kint Bukovinában is látható még egyes helyeken. Szerintem meg kell mutatni a bukovinai kultúrát úgy, ahogyan azokban az időkben volt, hiszen mai világunkban már kevesen fektetnek erre hangsúlyt, és így más irányba változik a hagyaték. A
kultúránk mélységét látva, és tényleg azt a fajta, hiszen a mai világban jönnek, mennek, lehet látni, és következetesen nem állunk ki, és fölhigítjük az egészet, akkor előbb-utóbb el fog veszni. Tehát nem egyszer, mind ahogy sokan mondják, hogy a nyelvünk is ugye nem használjuk. De én úgy gondolom, hogy ha az éneket nem székelyesen énekeljük, akkor már nem az. Ha táncot nem, azokat a táncokat készük, és sajnos itt is látok problémát, hogy én valahogy, amikor tényleg jártam Pécsre táncokatóira, akkor mindig arra azt éreztem, és azt próbálták belénk súlykolni, hogy minél jobban anyanyelvi szinten tanulja meg az ember. És akkor keresem már egy dialektusból táncokat, amikor otthon van, tudja azt, hogy ezt következetesen tudom ezt csinálni. Hát a mai időkben el kell mondanom sajnos, hogy fiataloknak nem mindig van ehhez, és akkor elkezdenek egy csomó dialektust, egy csomóféle táncot tanulni, és akkor ebbe beleszövik, abba beleszövik, tehát ez nem lehet, ezt nem szabad. Úgy gondolom, hogy utána kell járni, nagyon sok felvételünk van, nagyon sok Bobby Juli néni számtalan szó mondta, hogy van bőven miből merítkezni. Igen, és utána kell járni, és meg kell nézni, de ugyanúgy az énekkel kapcsolatban, és úgy a díszítőművészettel kapcsolatban is, tehát a fafaragástól kezdve, hiszen ott is egy kopjafa, az egy emberről szól, ott végigkíséri az embernek az életét szinte, mikor halt meg, mi volt, ugye megvannak azok a szimbólumok, amik ezt jelzik. Úgyhogy hát mindenképpen azt szeretném, hogy ezeket az értékeinket tudatosan csináljuk, végezzük, és így próbáljuk átadni a jövendőnek. Mint ahogy az Hadikfalva könyvében is áll, bármit teszel, megfontoltan tedd, gondolj a jövendőre. Szerinte a lényeg az, hogy az énekben, a táncban is benne legyen az előadó szíve, mert a régiek is örömüket, bánatukat fejezték ki ezzel. Az elnök elmondta, amíg csak lehetősége van rá, addig végzi a sokszor nem könnyű feladatát. Angyalbögyölőt készítettek a Kis Dorogért Egyesület tagjai, a bukovinai székely származású alelnök asszony Kunszabó Imréné a hagyományos nudlit székelyesen készítette el Domokos Lázárné Bíró Marika nénivel, miközben gyerekkoráról, fiatal éveiről mesélt nekünk. Aki sósan szereti, az is jól lakott, de az édesszájúak is jó ízű lekomázhattak az angyalbögyölőből. A főzésnek a Kis Dorogi volt plébánia épülete adott otthont. A különféle nemzetiségű emberek másféle módon készítik mindezt el, vagy mondjuk a tájegységeken élő emberek, mindenki picit másképpen. Én is másképpen ismertem, de most valami csodálatos ez a székelyfajta elkészítési módja. De azzal még várjunk egy picit, beszéljünk arról, hogy itt született Kis Dorogon, bukovinai székely. Egy kicsit erről a múltról, erről a fajta származásról, életről. Igen, bukovinai székelyek a szüleim. Édesanyám már Bácskában született menekülés közben, és mi ide Kis Dorogra lettünk betelepítve, és érdekes sajátosság, hogy a Sebestyén Antal Esperes nevelte édesapámat, és ezért mi a húgával nőttünk föl, és nagyon sokat tésztát készített, főzött velünk, három gyerek volt, anyujék dolgoztak nyilvánvalóan, és ezért mi nagyon sokat voltunk vele. Ő 1895-ben Hadikfalván született. Amikor Bácskába átkerültek, onnan már menekülve jöttek Tolna megyébe, a Völgységbe, és itt lettek ők letelepítve, és itt kaptak házat, és édesapám velük nevelkedett, és ezáltal mi is oda születtünk, amikor megnősült, és vele nevelkedtünk, ezért olyan ételeket készített, és tényleg tőle hiteles volt ez az angyalbögyölő is, amit készítettünk, mert ő még otthon ezeket az alapanyagokból főztek. Nyilvánvalóan, hogy a több nemzetiségnek nagyon hasonló a konyhája, mert az alapanyagok azok megteremtek a kertbe, és ezért
a krumpli, a hagyma, disznójuk volt, mindenkinek tehene volt, tehát a tejtermék volt megtalálható, és ezekből készítettek, hogy szapora legyen, sok gyerek volt, nem volt sok pénz, és ezért olyan mennyiségű ételeket főztek, ahol azért a fejlődésben levő 5-6 gyerek általában egy családban jól lakott vele. Azért választottam az angyalbögyölőt, mert mi ezt nagyon szerettük. Krumpliból, lisztből, tojásból, zsírból készül, és mi székelyek dinsztelt hagymába és szalonnába forgattuk bele. Volt ennek egy édes változata, ami sajátossága, hogy a székelyek mi így ettük, és én Balbina nénitől így láttam, hogy olvasztott vajat öntött rá, és szilvalekvárral ettük. Először megfőztük a krumplit héjába, és utána lereszeltük. Teszünk bele egy tojást, egy kanál zsírt, egy kis sót, és utoljára a lisztet. Egy kanál zsírt, és akkor egy kis sót teszünk bele, hogy legyen íze. Most ezt egy kicsit összekeverem. Krumplit mennyire kell puhára főzni? Puhára, igen, puhára, egész puhára. Igen, de leszelhető legyen még annyira. Igen, igen, jó puhára megfőzni, és akkor most tesszük bele a lisztet. Meglássuk, hogy mennyire kell. Ebbe cukor nem kell? Ebbe nem. Majd ízesíteni lehet. A végén. Igen, a legvégén, igen. Én szeretem, hogyha így lehet így gyúrni egy kicsit, mert akkor jobban össze lehet dolgozni. Az angyalbögyölőnek volt nálunk egy édes változata és egy sós változata. A sós változatához ettek kefírt, csinált tejet, illetve savanyú káposztát. Mennyire volt gyakori ez az étel az asztalokon? Hát szerintem ez egy egyszerű hétköznapi? Ezt készítettük, én nagyon sokat segítettem neki, a bátyám nagyon szerette, amikor meghallott, hogy angyalbögyölő lesz, akkor mindig nagyon szívesen várta az ebédet. De én arra emlékszem, hogy Balbina néni állandóan tésztát gyúrt, tehát valami tésztaétel volt, ő nagyon-nagyon vallásos volt, mivel az Esperesnek a húga, és ezért nagyon keves napon evett húst. És ezért állandóan én azt láttam, hogy a tésztát valamilyen formában, vagy a gyúrtésztát, vagy a krumplival a gyúrtésztát készített. Napjainkra is megmaradt ez a nagyon finom étel, és ugyanilyen gyakorisággal felkerül az asztalra? Tehát ez így benne van az étrendben rendszeresen? Igen, igen, mi már többször köretként készítjük, és sült húst kínálunk melléje, de mi gyerekkorunkban főételként, én arra emlékszem, hogy egy pohár aludt tej volt melléje. És akkor így ilyen gombócokat vágunk. 2 centi? Körülbelül 2 centi? Így körülbelül, igen, és akkor így csinálunk ilyen. Hát először gombóc, és aztán lesz majd az, amit mindenki tud a sodrás. Igen, igen. Mikor kicsik voltunk, a nagymamám csinált egy ilyen nagy tállal, így. És akkor ugye nem értük fel az asztalt, akkor így belenyúltunk, és úgy szedtük ki. Milyen finom volt az. Istenem, akkor még nem voltak ilyen tányérok, meg minden, hanem úgy tálból ettük. Lopkodtuk ki. Most látható ételnek az elkészítéséhez milyen alapanyagok, illetve milyen adagban szükséges ahhoz, hogy egy 4 személy jól érkezzen belőle? Ez függött attól, hogy egyáltalán a krumpliba mennyi nedvesség volt, de körülbelül egy olyan 3 nagyobb krumplit szoktak megfőzni egy családnak, az 4-5 fős családnak, amibe került egy kis kanál só, egy evőkanál zsír,
egy tojás, és annyi liszt, amennyit fölvesz, mert ez a krumplitól függött, de ezt így is mondták, hogy érzésre, amennyi lisztet felvesz, egy elég jó, kemény gyúrt tésztát kaptak belőle, és ezeket szaggatták ki, és körülbelül egy olyan jó két fej hagymát, jó sok zsírt használtak hozzá, hogy fölszívja, és jó lucskos legyen tőle, és hogy teljen, tehát hogy jól lakjanak belőle, mert azért régebb kint dolgoztak a mezőn, tehát ez tartalmas, energiadús étel is volt. De a szalonna miatt is. És a szalonna miatt amiből is. Töpörtyű készült, ahogy én látom, és akkor úgy kellett rátenni. És a töpörtyűt úgy keverték bele a zsírjához, igen, a szalonnával. Itt több hölgy is segítkezett, ők az egyesület tagjai egyébként? Igen, igen. Ez egy, végül is az egyesületünk egy baráti társaságból indult el, hogy jelentkezett egyik társunk polgármesternek, és nem őt választotta a falu, és akkor úgy gondoltuk, hogy attól tehetünk mi a faluért, amiért nem polgármester, meg nem önkormányzati kereteken belül, és akkor alakult meg az egyesület 17 éve. És egy igen, és akkor nagyon sokan, nagyon szívesen jönnek, segítenek a faluban, segítenek minket olyan programokkal, 2-3 programunk van körülbelül egy évben, és nagy szeretettel süteményt hoznak, régiséget, hagyatékot gyűjtenek össze. Szerintem nagyon szívesen vannak velünk különben kívülállók is, de egy picike egyesület vagyunk különben, akik aktív, sok tagunk van, de egy aktív az olyan 10-12 fő. És akkor járunk a fesztiválokra is segíteni, hogyha kell. És akkor ugye ők segítettek itt az alapanyagok előkészítésében, meg ugye ahhoz, hogy mi egy kis műsort készítsünk, azért bizonyos fázisokat fel kell venni előre, de szerintem már sokan tudják a nézők közül, és végül sikeresen elkészült az angyalbögyölő székelymódra. A pityóka más néven burgonya az egyik legsokoldalúbb zöldség, amit napi szinten rengeteg háztartásban használnak. Nagymányokon idén negyedik alkalommal rendezték meg a Pityóka Fesztivált, ahol 16 féle krumplis ételt készítettek el a résztvevők. A pityóka, vagyis a burgonya mindig hozzáférhető volt a székelyeknél. Egyszerű ételeket könnyen, hamar el lehetett készíteni. A Nagymányoki Pityóka Fesztivált idén negyedik alkalommal szervezték meg. Ezen a napon minden a krumplis ételekről szólt. Számtalan elkészítési móddal találkozhattak a településre látogatók. Úgy gondoljuk, hogy ezekre az összejövetelekre szükség van. Ez a Nagymányoki Székelykör Egyesületnek a nagy fesztiválja, a Pityóka Fesztivál, ahogy mondtam már, negyedik alkalommal. Egyre többen vagyunk, most is már 260 főre terítettünk. 10-11 csoport főzött a mai nap folyamán, úgyhogy egyre bővülünk, kezdtük egy párral, és most már egyre többen vagyunk. Úgyhogy úgy látjuk, hogy van rá igény, kereslet. Egymást megismerik jobban az emberek, összehozzuk őket, ugye itt a Pakstól kezdve, Szekszárdon át, a Vaskút, tehát hogy elég messziről is érkeztek hozzánk résztvevők, és akkor ugye nem csak a helyi közösségek, hanem cserélgetik a recepteket, mindenki megtanulja, hogy ki mit főzött, ki hogy csinálta, a nagymamájától, a déditől, ki hogy hozta. A pityókás ételek készítésére számos egyesület nevezett. Nagy lelkesedéssel készültünk, többféle ételt csináltunk, hát krumpli paprikással kezdtük, de az lett a neve, hogy szekszárdi pince pörkölt más módon, mert egy kis füstölt csülökkel megbolondítottuk, és kolbászt tettünk bele, egy kicsit más lett az íze. Tócsnit sütöttünk, meg mindenféle ilyen krumplit külön megreszelve, fűszerezve, töltve, tehát sokféle ételt, négyféle étellel pályáztunk, hát majd várjuk az eredményt. A környékben élő bukovinai székelyeket évről évre összehozza ez a fesztivál. Jó volt látni azt, hogy a főzőversenyen milyen sokan vettek részt, illetve 16 féle ételt készítettek el, úgyhogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben van. Ez is egy közösségteremtő erő, hogy most éppen a Pityóka krumpli köré szerveződött az a, ha mondhatjuk azt, fesztivál, ami a környékben élő bukovinai székelyeket
évről évre most már összefogja. Negyedik alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált itt Nagymányokon. Látjuk azt, hogy a több mint 200 ember, közel 250 ember nagyon jól érzi magát. Délután a kulturális műsor részeként a környékről érkező fellépők szórakoztatták a közönséget. A főzőversenyt végül a kisdorogi Székelykör nyerte meg. Örülünk, hogy itt lehetünk a Mányokiaknak, köszönjük! Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!